látni kell, különben még lekések. Még három-négy sarok, pár perc és ott vagyok, s az áruházba én betoppanok. A másik oldalról viszont nevetve, kis Éva jött nem kevésbé sietve. Az áruház előtt Ádám meglátja őt, s így üdvözli a kis kolléganő. Kedves szaktár, szép jó reggel, látom szintén jókor felkel. Olyan friss megint, ha rám tekint, és szinte azt hiszem, hogy még jó kedven is versenyez velem. Kedves szaktár, stílben várom, ám ha késik, megdorgálom. Mert hogy itt legyen velem egyen, azt úgy megszoktam, én magamban el sem kezdeném. Ha eddig nem vette volna észre, hogy régen tetszik nekem, tudását kérem ezen a téren, most tisztelettel kiegészítem. Kedves szaktárs, adjon ő választ, és ha úgy dönt, engem választ. Akkor nem pazarlom több időt, és mondjuk holnap délelőtt megtartjuk az esküvőt. Kis Éva az Ádámjára nézett, s mert kis szívében hasonlókat érzett. Csak annyit válaszol, hogy Ádám vakarolt, s a párbeszédnek már is vége volt. Aztán egyik jobbra ment, a másik balra, s én elmondhatom ezzel kapcsolatban. Rég házastársak már, de a kis kapunál, az első dal még most is vígan száll. Kedves szaktár, szép jó reggel, látom szintén jókor felkel. Olyan friss megint, ha rám tekint, én szinte azt hiszem, hogy még jó kedven is versenyez velem. Kedves szaktár, télben várom, ám ha késik, megdorgálom. Mert hogy itt legyen velem egyen, azt úgy megszoktam, én magamban el sem kezdeném. Ha eddig nem vette volna észre, hogy régen tetszik nekem, tudását kérem ezen a téren, most tisztelettel kiegészítem. Kedves szaktárs, adjon választ, és ha úgy dönt, engem választ. Akkor nem pazarlunk több időt, és mondjuk holnap délelőtt megtartjuk az esküvőt.